Épp egy szigetelt villanyvezetékre szakadt nagyméretű faágát távolítják el a hivotásos tűzoltók dombováron. Több ilyen eset is történt a megyében, de az előző évekhez képest nyugalmasan teltek az ünnepek a Tolna megyei tűzoltóságokon. December 23 ától 27-ig 5 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a lánglovagokat. Körbára gyulladt ki, gépkocsi motor teréhez kellett vonulni, ezt még a tulajdonos még a előtt sikerült eloltani a tüzet, valamint a kéménytűz az, ami még előfordult. Itt a, a, gyúlék, a gyúlék anyagot, pontosabban a tűzeranyagot kellett eltávolítani a tűzoltónak, valamint megvágt, megvárták még, ami teljes mértékben kiült az adott füstelvezető rendszer. Köves Péter a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy bár a térségben nem történt komolyabb eset, viszont Pest megyében egy adventi koszorú, Veszprém megyében pedig a hálózatba felejtett izzósor okozott háztüzet szenteste. A szóvivő elmondta, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hiszen ezek újabb veszélyforrások lehetnek. Tehát amíg fent vannak a különböző fényfüzérek így a házakban, lakásokban, ezeknek az éjszakát a lehetőség szerint húzok ki a hálózatból, tehát semmiképpen sem legyenek három alatt, hogy így is elkerülhessük a további tüzek kialakulását. Országos szinten 150 segélyhívás érkezett a katasztrófa védelemhez. Szenteste napján 35 lakástűzhöz és 66 műszaki mentéshez vonultak hazánkban a tűzoltók.